Az eddigiekből az következik, hogy a nagyjából a testvéri viszonyt azt két koordináta mentén tudjuk leírni. Az egyik koordináta az, hogy melyik milyen kiválósággal rendelkezik, milyen ökológiai nisbe, milyen élettérbe, milyen territóriumba nyomul bele. A másik pedig, hogy egyébként a családi rangsoron belül meg hol van a helye, ami életkor kérdése, meg a család többi tagjának, meg hatalmi viszonyainak a kérdése. Ezek az alapvető. Ahhoz, hogy itt rendet tudjunk tartani, ahhoz, amint azt már sugaltam, legelőször azt kell elkerülni, hogy a gyerekeket egy kalap alá vegyük, mert amint említettem, onnan hamarosan erős püffogás és veszekedés zaja hallatszik ki az egy kalap alól. Tehát azon kell lennünk, hogy őket lehetőleg fizikailag is, meg tevékenységben is igyekezzünk távol tartani. Azt is mondtam, hogy ez egy dilemma, hiszen egy szülő egyszerre egy helyen tud lenni, ezért nagyon szerencsés, hogyha ha két szülő külön-külön van a kiválóság területén a gyerekekkel, hogyha meg több van, több gyerek, akkor meg úgy osztjuk be a világot, hogy lehetőleg jusson számukra önálló élettér, és jusson olyan felnőtt, aki ebben segít. Ez egy hatalmas horda szervezési dolog, de vegyük észre, hogy ez nagyon fontos, tehát hogy az, hogy így 5-6 testvér hömpölyögjön egyik helyről a másikra, az azért nehéz, mert elvesztik a, igazán olyankor elveszti a szülő a kontrollt, és sok gyakran van olyan esetünk, amikor mondjuk egy anyuka igyekszik 4-5 gyereket valahogy rendezgetni, és ez nagyon nehéz. Kivétel persze, hogyha ha már kialakult egy megfelelő munkamegosztás és rangsor a gyerekek közül, mert akkor már könnyű, akkor már egymással úgy vannak, hogy a kicsit már a nap neveli. De hát itt most arról van szó, hogy hogyan tudjuk ezt az állapotot létrehozni, hogyan tudjuk, hogy egy család, mint rendszer működjön, és ahhoz bizony a beindításhoz nagyon kell az, hogy legyen mindegyik gyereknek egy terület, ahol biztonságban érzi magát, az a kiválóság területe, és hogy legyen egy önálló ideje olyan felnőttel, vagy olyan nagyobbal, aki ezt támogatja. Ez a legelső olyan logisztikai lépés, ami biztosítja azt, hogy ugyanakkor azokat az arany pillanatokat, amiket ezek a gyerekek átélnek, azokat az egész család át tudja élni. Nyilvánvalóan egy díjugrató verseny, vagy egy karate döntő, vagy egy szavaló verseny, hogyha már a harmadik ilyen kiváló irodalmár, akkor ez meg olyan, ami erősíti az egységet, hiszen olyankor fölösleges attól félni, hogy egyik vagy másik territóriumára betörnek a gyerekek, és viszont abban meg tudjuk erősíteni, hogy ők is örömüket lejjék a másik sikerében, és emiatt az a fajta szemlélet, amit a szülők bevisznek a család életébe a gyerekek megfelelő rangsorának és kiválóságainak a támogatásával, az már elkezd egymásra is hatni, és igenis lesznek testvérek arra büszkék, hogy a másik mit ér el.